amely ugye azért érdekes, mert ahogy mondottuk, az élet nem az, amit megélünk, hanem az, amit akkor élünk meg, amikor elmeséljük azt, amit megéltünk, és ahogyan megértük ezt. Bravo! Nem bírom megmaradni a szerepemnél, ha a művészként provokálnak. Nagyon rövid történetet mondani. Hosszú lesz. Önöknek. Azért mind a kettő tulajdonképpen önökről szól, illetve magunkról is rólunk. Az egyik talán az, hogy a Pécsi Tudományegyetem egyik nemrég megválasztott dékánja minap egy hivatalos ülésen, amikor egymás mellett ültünk, azt mondta, hogy Attila, az, amit ti csináltok a Pécsi Polgári Szalonban, az olyan intelligens és elegáns, főleg ebben a politikai közegben, ahol adok-kapok megy, és mégis úgy tudtok beszélni politika közelben, politikáról és értékekről, hogy az teljesen vállalható. Én ezt megtiszteltetésnek éreztem, és felbátorodom azon, hogy ezúton is hadd gratuláljak szeretettel dr. Hoppá Péternek, aki az aranyvölgyi egyetemi választókerületet megnyerte az országgyűlési választást. És talán ennyi beletér ebbe a polgári szaloni millióbe is, hogy és ritka az, amikor meg tudjuk köszönni a munkádat, amit Pécsért, a pécsi kultúráért tettél, és egy picit hadd mondjam azt is, hogy egy nem kicsit áttörve a budapesti kultúra szupremáciáját, úgy működteted itt és segíted működtetni a pécsi kulturális részlegeket, a Kodály Központot, a vidék kultúráját, hogy azt hiszem, hogy a választók is meghálálták, és reméljük, hogy meg is fogják ezt hálálni. És hát nagy reményeket fűzök ahhoz is, hogy a pécsi cirkfandélyesek is tovább fognak folytatódni ilyen értelemben. Ez az egyik történet. A másik történet az néhány nappal ezelőtt esett meg velem, amikor egy fáradt este után az egyik áruházban éppen válogattam az egyik unokámnak valamiféle gyermekruhát, de nem vagyok rossz egyébként, amikor eljött hozzám egy pécsi polgár. És azt mondja, hogy ő ismer engem, és én biztos egy közismert személyiség vagyok, bemutatkoztunk egymásra, és mondta, hogy igen, ő ismer engem, két éve hallott a március 15-i beszédemet is a télen, de leginkább a pécsi cirkfandi estékkel ismer engem. És hogy nekem mi a célom a polgári szalonnal. Hát fölmondtam a leckét, természetesen a pécsi polgári szalon, azon pécsi polgárokat támogatja, akiknek a nemzet hagyományos értékei, a kereszténység, a hagyományos európai értékek, a szolidaritás, és tenni szeretnének valamit Pécs városáért. És kik járnak ide, kérdezte tőlem. És akkor én magukra gondoltam, és azt mondtam, hogy olyan értékőrző pécsi polgárok, akik elegánsak. Erre összehúzta a kicsit szétálló galléros pólóját, megigazította a jackyét, és azt mondta, hogy akkor én nem jöhetek. Mondom, hogy nyugodtan jöjjön, mert én ezt nem ilyen értelemben értem, hogy öltönybe és nyakkendőbe kell jönni, hanem a szellemi eleganciát értem ez alatt. De mi is az a szellemi elegancia? És akkor visszamegyek én a régi görögökhöz, noha az egész szónak az etimológiája az mégiscsak inkább latin és római, és azt mondom, hogy az a középréteg, amit annak idején démosznak neveztünk, és aki egzisztenciálisan és szellemileg is önálló volt, független volt, szabadon gondolkodhatott, és valamiféle olyan szuverenitást élvezett a vagyonából, a középosztályiságából adódóan, amely polgárá tette. Tehát akik itt vannak, és egy picit akkor most önökről beszéltem, a pécsi polgárok, akik a pécsi polgári szalon elegáns közönségei, és akik tudnak jól választani. Egy tapsot önök is megérdem. Nem nincs már tovább az időt és a szót. Hadd kérjem fel akkor államtitkár urat, hogy elegáns módon az elegáns közönséget még elegánsabb vendégeivel mutassa be nekünk, és töltsünk el együtt egy fantasztikus elegáns estét. Államtitkár úr, tiéd a szó. Hölgyeim és uraim, kedves elnök úr, elnök asszony, kedves vendégeink! Amikor a polgári szalon elnökségével megterveztük ezt a két szemesztert tavaly nyáron, hogy elinduljon egy ilyen polgári sorozat, akkor abban gondolkodtunk, hogy az egyetemi rendhez igazodva kell egy őszi szemeszter, ugye valamikor októbertől a januári időszakig, aztán majd kell egy tavaszi szemeszter, az pedig véletőleg februártól májusig. És aztán valaki felvetett, hogy na igen ám, de közben lesz valami választás is. És pontosan ez adja az erejét ennek a sorozatnak, hogy
itt egyetlen szó sem esett az elmúlt hónapokban semmiféle választásról, semmiféle politikai kérdésről, és ez nagyon hálás vagyok önöknek ezért, hogy ebben támogattak és partnerek voltak, mert ez fölé emelkedett ez a sorozat annak a napi csatározásnak, aminek mindannyian részesei voltunk, és most már azt a fejezetet zárjuk is be, magunk mögött van. Azt hiszem, hogy önök arra szavaztak, hogy folytassuk a pécsi szirfandi estéket, úgyhogy ezt fogjuk tenni a jövőben is. Ami a sorozatunk mai estéjét illeti, talán lehetséges, hogy a legkönnyebb dolgom ma este lesz. Azért, mert ugye a rendező elvünk Attila barátommal mindig az volt, hogy lehetőség szerint ugye Kossuth Díjas művészeket és vagy Széchenyi Díjas tudósokat hívjunk, akik közül az egyikük valamilyen módon kötődik Pécshez. A mai este vendégei ezt csak részben alakítottuk mi így, hiszen van egy listánk, akiket majd szeretnénk a jövőben vendégül látni, meginvitálni, és nagy boldogság, amikor ők igent mondanak a meghívásra. De mai este úgy alakult, hogy az egyik vendégünk, akit korábban már meginvitáltunk, hirtelen vissza kellett, hogy mondja a jövetelét. Ezért egy óriási telefonálásba kezdtem, és hamar a listánknak a második-harmadik személyénél megállt a telefonálásom, mert éppen ráért, és azt mondta, hogy Pécsre boldogan. Úgyhogy szeretném nagyon megköszönni az elsőként szólítandó vendégemnek, hogy vállalta egy nap alatt, hogy eljön újra Pécsre, több évtized után, mert hogy pályáját itt kezdte, balettművészként, de utána aztán a színművészet és a filmművészet irányában lépett nagyon nagyot, de erről majd fogunk mindjárt beszélgetni. Mindazáltal tehát a régi pécsiek nagy-nagy örömére, és a mostani aktív pécsiek még nagyobb örömére az idei 2018-as év friss Kossuth Díjasa, egyébként Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, Esztergályos Cecília vendégünk. Középre! Köszönöm. Szólok. És ami miatt azt merészeltem mondani, hogy valószínűleg nagyon gördülékeny és könnyű esténk lesz, az, hogy két díva fog kint ülni itt a színpadon. Esztergályos Cecília életpályája, és amit ebből fel tudunk másfél óra alatt villantani, az önmagáért beszél, és csodálatos ívet mutat. Viszont van egy olyan énekesnő is a körünkben, aki már hónapokkal ezelőtt vállalta, hogy jön, csak közben a fellépései és a családi elfoglaltságai mindig tolták egy-egy hónappal a jövetelét, úgyhogy már februárban majdnem úgy volt, hogy érkezik, de örülök, hogy most jött áprilisban. Egy olyan művész, aki szintén kötődik Pécshez, de aki nem csak Pécshez kötődik, hanem az egész világhoz. Mert úgy szólván valóban Párizs, New York, München, Milánó, Philadelphia, minden érdemi nagyváros, ahol a komoly zene legnagyobbjai kaphatnak lehetőséget arra, hogy az egyetemes kultúrát nagyobbra és nagyobbra növesszék, ő ott szerepet és lehetőséget kapott, hogy Magyarországot képviselje. És azt gondolom, hogy az a csoda pedig talán senkinek nem adatott meg, hogy a New Yorki Metropolitan Opera tagjaként, társulati tagjaként, szerződtetett társulati tagjaként a New York maratont is lefussa. Erről is fogunk beszélgetni. Miklós Erika, Kossuth Díjas, Prima Primissima Díjas, Liszt Ferenc Díjas művésznő. Már egyből iszunk. Egy kortyot, ez rituálé. Ne haragudjanak a hölgyek, de csak egy kocintásra, hogy jól menjen a beszélgetés. Nem tudod, mire vállalkoztál szerintem. Jaj! Kedves egészségügyre. Egészségügyre. Kedves egészségügyre. Hát így kell. Kicsikét akkor menjünk vissza a gyökerekig. Mindig úgy szoktuk kezdeni ezeket a beszélgetéseket, hogy megpróbáljuk az életpályának a motivációs környezetét megvizsgálni. És Esztergályos Cecíliánál nyilvánvalóan a családi otthon és az iskola
az nagyon sokat jelentett abban, hogy aztán azzá lett, amivé lett. A családi otthonban ugyanakkor nagyon érdekes, hogy kicsit beleolvasva az életrajzba, az tapasztalható, hogy az édesapa orvos édesapja országgyűlési képviselő itt volt. Itt van, méghozzá, elnevezve, méghozzá, Esztergályos János utca. Esztergályos János, bizony, méghozzá a Pécs 2-es parlamenti körzet képviselője volt 17 éven keresztül, 1922-39-ig szociáldemokrata színekben, úgyhogy ilyen fantasztikus kötődése is van a művésznőnek Pécshez. Igen. De azonban, hogy vette a család abban az értéletben, amikor ön elindult az Állami Balett Intézet stúdiumaiban, hogy papá, művészi mondom, pályára megy. Igen. Fölállok. Jó. Hát úgy vették, de nem beszélek bele. Én tartom szívesen. De nem hallják, nem hallják, nem hallják. Én nem tartom. Lehet hallani. Én szívesen tartom. Nem, köszönöm, nem létezik. Köszönöm szépen. Hát úgy kezdődött, hogy 1951-ben felvettek a Balett Intézetbe. Ennek már nem tudjuk, 900 éve. Felvettek, és akkor elvégeztem kitűnő egészen röviden mondom, jó? Kitűnő mert már mindenki tudja úgyis, kitűnő diplomával végeztem, és akkor volt először, hogy kötelező volt lejönni vidékre, de nem vidékre, hanem akkor alapítottuk meg a Pécsi Balettet, akkor alakult meg Ek Imre vezetésével, és akkor ide lejöttünk úttörőnek. 1961. január 3-án volt az első premierünk, sokat jártunk külföldre, jól éreztük magunkat, de én egész életemben klasszikus balerinának készültem, mert akkor még nem volt, abban az időben nem volt még modern balett Magyarországon sehol. Ha én tudtam volna akkor, hogy majd ez lesz belőle, akkor is megöregettem volna, tehát úgy, hogy teljesen fölösleges, hogy tudtam volna. Tehát akkor itt voltam 3 évig, sokat jártunk külföldre, mondom, és az utolsó alkalommal én sajnos megsértődtem, mert Ek Imrével valamiben nem értettünk egyet. Londonban a Piccadilly Theaterben táncoltunk 3 hétig, és ott szólótáncos, mint csak szólótáncos voltam, ahhoz ragaszkodtam, és akkor engem megkért az Imre, hogy szálljak be a karba valaki helyett, mert kisbabát várt. Mondtam, boldog, beszállok ott, Londonba, hazajövünk, no, persze, hazajövünk, és nem kell, persze. Hazajöttünk, és másnap ki voltam írva, hogy próbára. És akkor elmentem a postára, mert akkor még nem volt mobiltelefon, meg Mariska hívja fel a mamámat, hanem ott sorba álltam, és akkor a mamának mondtam, hogy mama, hazamennék Pestre. Kérdezte, hogy miért, mondom, ez történt velem. Imre mondta, hogy soha többet ide nem jöhetsz vissza. A balettban mondtam, rendben van, aláírom. Elmentem, és akkor már 61-ben én forgattam a Szabó Pista Te című kisfilmjét, amivel végigjárt a film a világot. Én nem tehettem róla, hogy én nagyon, nagyon jó voltam, de nem én tehettem róla, hanem a Szabó István, aki akkor még Szabó Pista volt, és azt mondta, hogy nézd jobbra, nézd balra. A filmnek ez az előnye, hogy nem kell hozzá nagy végzettség, csak mondjuk, hogy egy olyan arc kell hozzá, meg egy olyan felépítés, ami alkalmas filmre, de hogyha meg tudja csinálni azt, amit mond a rendező, akkor lehet, hogy világhírű színésznő. Hát én még erre várok, hogy az Oscar-díjat megkapjam, mert az egyik darabban van az, hogy hát te amiket játszottál és amiket mondtál magadról, már réges-régen Oscar-díjat lehetett volna, hogy kapjál. Hát mondom, Oscarom volt, csak lelépett a rohadék. De ez a darabban van természetesen. Na, úgyhogy akkor utána forgattam még a Tücsök, a Pénzcsináló, az Aranyfej című filmeket, és akkor arra gondoltam, nem igaz, arra gondoltam, hogy meg lehet ezt a szakmát tanulni, hát meg lehetett. Nem lehet megtanulni semmit sem. Ha az emberben van tehetség, affinitás, akkor engem hiába tanítanának operaénekesnek, mint a drágámat, mert akkor én lennék a halhatatlan énekes.
belépnék a halhatatlanok társulatába. Na, és akkor elmentem, tehát akkor 63-ban itt hagytam Pécset, és 64-ben mentem a színművészeti főiskolára, jelentkeztem, felvettek, hát az sem volt egy egyszerű, de hát annyi időnk nincs, többen vagyunk itt a színpadon, és akkor elvégeztem azt is kitűnővel, de ott már nem volt modern színjátszás, kicsit volt. Kazimír Károly meglátta bennem azt, aki vagyok ma is, és hála Istennek én őnála voltam 17, én hallom magam, hogy lehet? Meghűltem, vagy mi? Visszhangzom. Jó, nem baj. Ki tudja, nem baj. Na, és akkor 17 évig ott voltam tag, és nagyon örültem neki, és utána Vámos László elvitt a Nemzeti Színházba, aztán jött a Família, és utána jött még 10 színház, ilyen kisebb pincepadlás. Majd az később. Később. Késcsókom, átadom a szót. Csók. Ja, van neked, bocsánat. Az inspirációból tehát kaptunk ízelítőt. Én azon gondolkoztam, hogy mi lenne, én inkább kiülnék oda és hallgatok. De, hát óriási vagy. Nem, nagyon érdekes az, hogy, tehát, hogy ugye azt mondta a művésznő, hogy valójában balerinának készült és klasszikus balett pályára. Miklós Erikáról pedig tudjuk, hogy ő valójában, ugye mert a szüleid is sportolók, ezért valójában atlétizáltál gimnazista korodban, és sportolónak készültél. Pont igen. Tudhatunk erről valami részleteket, hogy otthon, nálatok otthon mi történt akkor, amikor a sérülést követően bejelentetted, hogy akkor mégsem sportoló leszek, hanem elkezdek éneket tanulni? Mert nem én jelentettem be azt, hogy nem leszek sportoló, mert én még akkor is abban reménykedtem a sérülés után, hogy fel tudok úgy épülni, és főleg lelkileg, mentálisan, hogy én olimpiai bajnok hétpróbázó leszek, amire nagy esélyem volt, mert hétpróbában, 10 próbában magyarok mindig is nagyon jók voltak. Úgyhogy amikor egy nap szembesültem azzal, hogy ez a hajó, ez elmegy, és az én édesapám, drága édesapám, Isten nyugosztalja, azt mondta nekem, hogy lányom, belőled semmi nem lesz, egyáltalán nem vagy kitartó. És annyira ez a mondat, ez úgy szíven vágott, hogy az én apukám, akit imádtam, meg imádok, hogy azt mondja, hogy belőlem senki nem lesz. És akkor elkezdett valami bennem dolgozni, de hát nem tudtam, hogy merre induljak, mert ott voltam a legrosszabb korban, 17 évesen, hogy belőlem akkor most már semmi nem lesz, meg senki tényleg, de nincsenek céljaim. És akkor teljesen véletlenül belekeveredtem egy ilyen kis kamara együttesbe, barátaim, osztálytársnőim énekeltek esküvőkön és névadókon, és megkérdezték tőlem, hogy te nincs kedved beugrani, mert kellene valaki a szoprámát. Én nem tudok énekelni. Nem baj, majd verset tudsz, persze, a verseket imádom, oké. És aztán úgy alakult, hogy egy novemberi esős napon bementem az esküvő, vagy a helyre, a rendezvény szervező helyre, és ott álltam egyedül, és mondta a rendezvényszervező, hogy úristen, Erika, de jó, hogy itt vagy, nincs itt senki. Mondom, hogy nincs itt senki, mindenki megbetegedett, hogy elmerem-e énekelni, ma 7 esküvő van. Mondom, persze, hát sose voltam egy izgulós típus. Mondom, hogy jó, az 7x2=14, meg 7x3 az 21 vers, menni fog. És pont az egyik esküvőn ott volt egy hölgy, úgy hívták, ő sem él sajnos már, dr. Madai Lilla, és hát ugye szóloztam, és oda jött hozzám az esküvő után, és a következő mondat volt az, ami engem elindított. Kislány, tudod-e, mi van a torkodban? Honnan tudja, mert hangszalag. Te lehetnél a világ egyik legjobb éjkirálynője. Az transvestita, vagy mi? Így kérdeztem. Hát ebben is lehetett látni, hogy megy a kulturáltságom, tehát abban az időszakban, hogy inkább előbb tudtam, hogy ki a világbajnok csúcs tartó mondjuk 100 gáton, vagy 110 gáton, mint mi az a éjkirálynője. Szóval, de megragadt bennem a mondat, hogy a világ egyik legjobb, és elhatároztam, oké, apám azt mondta, hogy semmire nem vagyok jó, de én leszek a világ egyik legjobb, nem tudom én mibe, majd valahogy énekelni megtanulok, és akkor megkérdeztem tőle, hogy az mit kell csinálnom, és akkor így levezette nekem, hogy
Először el kell végeznem az általános zeneiskolát, az gyorsan el lehet, utána a konzit, ott már megvan, hogy kihez megyek majd Szegeden tanulni, aztán főiskola, akadémia, és aztán előéneklés az operába. Most ez körülbelül így, most pontosan nem tudom, de minimum azért 6 év, 6-8 év. Ehhez képest 19 évesen ott álltam szerződéssel a kezemben az operában. Szóval mai napig a Magyar Állami Operaház valaha volt legfiatalabb szerződtetett tagja. Ez tényleg elképesztő, tehát hogy gyakorlatilag 3 év telt el attól, hogy valaki azt mondta a hangodra, hogy ez kiváló, utána a konzit 2 év alatt végezted el, tehát gyorsított tempóval, 4 évfejet. Igen, hát én összevontam, mert azért a zenében az a jó, hogyha az ember tanul, gyakorol, és tehát van tehetsége, akkor nagyon gyorsan lehet fejlődni, és valami elképesztő volt, de én is csak később, amikor már bölcsebb, idősebb fejjel hüledeztem ezen, hogy milyen gyorsan fejlődött a hangom. Tehát, hogy én fizikailag nagyon hamar kész voltam arra, hogy színpadon énekeljek. Természetesen a többit azt hozzátanultam, és aztán azt nem mondom, hogy kész voltam az elméleti részéből is, de azért nagyon sok mindent tehát szerencsésebb a színpadon megtanulni, mert van, amit nem lehet a Zeneakadémián megtanulni. Úgyhogy én nagy mesterektől tanulhattam, tényleg Claudio Abbádótól, óriási Götz Friedrich, tehát olyan rendezők és olyan karmesterekkel, akik aztán tényleg a Budapesti Zeneakadémián nem taníthattak vagy tanítottak, úgyhogy így felzárkoztam. Nagyon jó sikerült. Be! Te jössz! Nem jövök! Eszter Gályos Ceciliától azt szeretném kérdezni, hogy igen, valóban, tehát a Balettintézet után ugye a Színház és Filmművészeti Főiskola diplomája alatt már forgatott, és előtte. Ugye már előtte. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a film előbb jött az életébe, mint a színházi szerepek. Mégis nagyon hűségesen kötődött a társulataihoz. Tehát Thália 68-tól 84-ig, 84-től 90-ig Nemzeti Színház, Veszprémi Petőfi Színház, tehát hűséges volt és kitartott. Én nagyon hűséges vagyok, csak engem meg szoktak kérni, hogy álljak fel a helyemről. Legyen olyan kedves, álljon fel. Igen, de nem azért, hogy lássanak, hanem a Nemzeti Színház. Na, szóval 84-ben megsértődött, én mindig megsértődök, és elmentem a Thália Színházból a Nemzeti Színház. 17. 17. Nem baj. Én azt mondom 17. Én már csökönyös vagy. Nem baj. Mondjuk azt, hogy 17. Na, és akkor elment. Na, de megmondom, hogy miért stimmel, mert akkor már 85 volt, igaz. 84-ben sértődtem meg. 85-ben áprilisában játszottam a Nemzeti Színházban már Szurdi Miklós rendezésében a Családi Ház Manzártal, de a Kerényi Imre is hívott a Nemzetibe, csak amikor én megsértődtem nyáron, mert megtudtam, hogy nem én jövök le tollal, hátul van az embernek olyan része, ahova a tollakat úgy beszokták tenni, és akkor így le tud jönni a lépcső, mert volt egy darab, jóban is megárt a sok, vagy mit tudom, rossz, nem tudom, mi volt a címe, de nem én játszhattam, hanem valaki valakinek a valakinek a valakije, a valaki volt a valaki. Nem akarok senkire rosszat mondani, úgy döntöttem, nem! És akkor bejelentettem, hogy eljövök, de akkor még a Nemzetiben nem volt státusz nekem, és akkor szóltak márciusban, hogy van, az már 85 volt, és akkor ezért, mit tudom én, valahogy nem stimmel, de nem baj, az messziről jött ember azt mond, amit akar. Na, és már úgy, hogy már nagyon régen volt. És akkor a Nemzeti Színházban játszottam, de mit akartam mondani ebből eredet? Ja, 89-ig voltam a Nemzeti Színház tagja, és oda jött egy
valakinek a valakije, a valakinek a valakije, és akkor megkértek engem, hát nem szép szóval, de azt mondta az illető, akit akkor neveztek oda ki főnöknek, igazgatónak, hogy én nem akarok magával dolgozni. Mondtam, nem baj, majd a többiek dolgoznak velem, de annyira hülye voltam, hogy nem tudtam, hogy az igazgató azt mondja, hogy magával nem akarok, akkor hiába akar a másik rendező. Na jó, felfogtam, leestem a lépcsőm, hát mert az ember, nem hiszem el, tudnilik előző nap, meg még következő nap főszerepet játszik az ember a Nemzeti Színházba, akkor elképzelhet, ez 89-ben volt, én voltam az első, akit így kirúgtak. Aki mondjuk, hogy neves volt, vagy ismert volt, vagy főszerepet, na jó, ennyi. Na most az illetőt, na, a Vámos László, aki a főrendezője volt, ha ennyi időnk nincs, szóljon, hogy elég leülök, nem? Hogy a Vámos Lászlót is kirúgták, úgyhogy ő vele mentünk le Veszprémbe, és ott két szerepet játszottam, Osztrigás Mici voltam, és a Dám Miku, ez a Vámos László rendezte, és a Dám Miku rendezett egy Farsang című darabot, egy isteni modern felfogásba, imádtam, soha életemben még úgy nem játszottam. És akkor egy év múlva az illetőt, aki a valakinek, a valakinek, a valaki, a valaki, azt megkérték, hogy menjen a valahova, a valahova, a valakinek, és elment, és akkor én visszaszerződtem a Nemzetibe, akkor volt az Ablonci az igazgató, és a Sík Feri volt a főrendező, és akkor kezdődött a tárgyalásom a Familiával, és azt mondták, hogy... Köszönöm. Köszönjük. Tehát itt a színház történetből is kaptunk ízelítőt. A Magyar Színház Történet Fejezetei című könyvből hallottunk részleteket. Valóban nagyon fontos, hogy mely rendezők alatt milyen produkciókban vesz részt egy színész, mert ugye azért csak addig, amíg a szereposztás, a kitűzés megtörténik, az már egy harc. És utána persze, amíg a premierig eljutnak, az egy másik szülési folyamat, és aztán a bemutató megvan, akkor meg a közönség viszi a tenyerén a darabot. Istennek, onnantól már jó. Könnyebb. Onnantól már könnyebb. Jó, akkor kiderül, beleszólni. Hogy lesz egy tucat előadás, vagy 200, ugye? Tehát darabja válogatja. Mindenképpen elmondhatjuk azért, hogy Esztergályos Cecíliának a színpadi szerepei és a film szerepei összességében nagyjából, tehát ami bemutatóig eljutott színházi szerep, illetve a filmszerepek összességében 200. Elképzelhető. 200. Nagyon nagy tapsot érdemel ez a szám. Ez így már színház és filmtörténet. Akkor már filmről még a következő fejezetben beszélünk. Erika, visszakanyarodva oda, hogy... Ugye az iskolákat elvégezted a legfelső fokon, közben pedig azt mondták 19 évesen, hogy legyél az Állami Operaház első és máig legfiatalabb szerződtetett tagja, és ott pedig megpecsételhette talán egy picikét a sorsodat, hogy éppen Papagéna szerepében debütáltál az Állami Operaházban, tehát varázsfogolal. De akkor hogy alakult ki mégis ez az életre szóló kapcsolat, ami a nem tudom milyen szuper rekordok könyvében is az Ég királynője Ária valaha legtöbbször előadott szereplőjeként téged regisztrál? Hogy alakult ez a szerelem neked az Ég királynője szereppel? Visszakanyarodva az ominózus pillanathoz, azonnal kikerestem, szereztem egy ilyen kottát, bakeritlemezt szereztünk, hogy meghallgassam az Ég királynő áriáját. Tehát számomra olyan volt, mint egy rock ária, de komolyan, tehát mint egy ilyen rock zenét hallgattam volna. Ez Kiskunhalason, igen, amikor még oda jártam zeneiskolába, csak azért akarom ezt elmondani, mert annak dacára, hogy azt mondta a tanárom, hogy a büdös élet, tehát amíg azt nem mondja, hogy ezt lehet tanulni, én hozzá ne érjek. Hát ehhez képest én titokban természetesen a második áriát, a bossz áriát, ami annyira tetszett, ez megtanultam, de csak az elejét, tehát addig, amíg ez a tatatatatatatata, és végül is, amikor már Szegeden volt, ott se lehetett szó róla, tehát ott már a Berdával Ika tanított, és azt mondta, hogy nem, dalokon kívül, műdalokon kívül, népdalokon kívül, én semmit nem tanulhatok, mert annyira fiatal vagyok. Hát
Hát azért én ezt nem árultam el neki, hogy én azért ezt az áriát már egy kicsit tudom, és hát egyébként Komlosi Ildi után úgy hívott szabadon, hogy Szörny Ella, mert tulajdonképpen hogy a vizsgáim előtt 2-3 hétig nem is látott, meg senki se, mindenhol sportpályán edzésem, meg itt-ottam, ott edzettem kicsiket, mert ugye eredetileg az a foglalkozásom, szóval mindennel foglalkoztam, csak a zenével nem. De amikor a vizsgára került a sor, én majdnem mindig szintiszta ötös voltam bármiből, zongora, összhangzattan, szolfés, és ez ekkor is így volt, de hát addig a Bali néni a körmeit lerágta, mire oda jutottunk, hogy egyáltalán megjelenek-e a vizsgán. És hát amikor megjelentem a vizsgán, tiszta ideg volt, és azt mondta, hogy mert akkor még a televízióban értesültünk dolgokról, vagy táviratban, és mondta, hogy jövő héten csütörtökön előéneklés van az Operaházban Budapesten, oda mész, énekelsz, legalább ott autentikus személyek megmondják, hogy érdemes-e veled vesződni. És akkor mit énekeljek? Hát, és akkor mondta, hogy melyik dalt, valamik Schubert dalt énekeljem elő. Hát, én biztos nem Schubert dallal megyek elő énekelni, mert az nem olyan izgalmas. Majd én az Éjkirálynő második áriájával, igaz, hogy nem tudom végig, de nem baj. Megjelentem az Erkel, vagy az Operaháznak a házi színpadán, ami az üzemház, a mai napig ugyanolyan állapotban van, ilyen lepukkant szocrál. Most ütjük fel. Igen, hál' Istennek! És megjelentem ott, így bevágódtam, hát mindig, szóval valahogy a kisebbség, a kishitűségemet próbáltam azzal leplezni, hogy nagyon, nagyon határozott voltam, és a fenékigérő, hosszú, göndör hajjal, bevágtam az ajtót, ott ült Medvecki Ádám, Kovács János, Petrovics Emil, szóval akkor igen, Petrovics Emil volt az igazgató, és Kovács János így megszólalt az ő magas stílusában, aki ismeri őt, a kislány, te mit keresel? Hát úgy mentem, hogy csókolom, hát vidéki lány, hát rendesen, köszönjék kislányom, nem tegezünk le mindenkit meg. Vagy jó napot kívánok, vagy csókolom. És mondtam, csókolom, és akkor így bementem, és te mit kell, ki vagy te? És mondom, hát én énekelni jöttem, mondtam Kovács Jánosnak. És mit hoztál énekelni? Mondtam, az Éjkirálynője második áriáját. Halljuk, és így összenéztek, hogy úristen, mit fogunk itt hallani? Na mindegy. És elénekeltem, és egész végig arra gondoltam, tehát még más izgul azon, hogy kiénekli azt a magas hangot, én végig azon izgultam, hogy úristen, csak nehogy végig kérjék, mert nem tudom. És akkora mázlim volt, mert valóban, ameddig tudtam, Kovács János mondta, köszönjük! Ez egy óriási kő esett le a szívemről. Kimentem, és természetesen utána meg is mondták, hogy mehetek a nagy színpad éneklésre. Hát felhívtam, de hogy hazamentem, egy hét múlva volt a nagyszínpadi éneklés, elmondtam Balika néninek, hogy tovább jutottam, és nem mondtak semmit, hogy milyen egy Perna Hajder vagy, meg ilyen. No nem, nem, azt mondták, hogy tovább jutottam, és jövő héten énekelhetek a nagyszínpadon. És mit énekeltél? A Schubert-dalt? No nem. Mit énekeltél? Mondtam, az Éjkirálynőjét, úristen. Na jó, akkor most meg kell tanulnod végig, mert jövő héten is azt kell énekelni a nagy színpadon. Úgyhogy egy hét alatt megtanultam végig a második felét is, ami nem olyan, az is olyan nehéz, mint az eleje. És nagyon rosszul sikerült. Tehát úgy éreztem, hogy kijöttek a magasságok, de a többi az ilyen nagyon nem volt jó. És az Valika néni, ahogy szokta, meg is mondta, hogy hát katasztrófa, tehát semmi nem lesz belőled. Úgyhogy én sírva fakadtam, fölültem a Napfény Expressre, és lementem Szegedre, ott laktam a Retek utcában, első emeleten, és ott zokogtam. Míg nem, este 8:30-kor csöngetnek. De őrülten csöngetnek. Kinézek az ablakon, az egész családom ott van, és így lobogtatnak valamit. És már lentről kiabálják, felvettek, Eri, felvettek. Mondom, hova? Hát küldték az operából a táviratot, hogy holnap reggel 10-kor éd alá szerződésed. Mondtam, én ezt nem hiszem el, hát olyan rossz voltam, hogy... Na mindegy, szóval így történt az előéneklésem. És aztán onnantól kezdve ugye az volt a nagy szerencsém, Petrovics Emil utána, tehát váltotta őt Ütő Endre, tehát szeptembertől, mert ez márciusban volt, szeptembertől Ütő Endre lett az igazgató, és hát annyira fiatal voltam, soha nem volt ugye az operász történetében ilyen fiatal énekes, és hirtelen ott mindenki tanástalanná vált, hogy mit kezdjenek velem, és aztán az Ütő Bandi mondta, hogy csinálunk neki egy ilyen programot, és
tanítattak, tehát kaptam ösztöndíjat az operától, az olasz intézetben olaszul tanulni, a német, az osztrák intézetben németül tanulni, rengeteg kurzusra befizetett az opera, ami nagyon drága, tehát a mai fiataloknak is ez a legnagyobb probléma, hogy hol fejleszték magukat, hol képezzék tovább magukat, és én külföldre a legnagyobb mesterekhez mehettem egy-két hetekre tanulni, plusz olyan szerencsém volt, hogy pont akkor abban az időszakban a Zeneakadémián nem volt koloratúr szoprán, vagy legalábbis ez a fajta jugendliche dramatische, tehát ez a drámai koloratúr, és az összes vizsgájukon az akadémistáknak szerepelhettem, tehát volt ott is egy ilyen kis tapasztalásom, és hát kiosztottak rám fél év után egy csomó kis szerepet, ez is óriási dolog, mert ezzel a hosszú távú építkezésre tanítottak meg, vagy legalábbis arra ösztönöztek. Első volt a Papagéna, ami aztán azért nem olyan könnyű szerep, de emlékezetes pillanat sok mindenkinek, és meg is szereztem a felvételt most, hogy meglegyen, mert ugyanis azon az előadáson nem találtam, hogy hova kell menni a színpadra. Ugyanis egy dolgot elfelejtettek megmondani, tehát vagyis nem mutatták meg a színpadon a bejárásokat, és a következőt mondták be, hát életem első színpadi szereplése operában, és a következőt mondják, Papagénát kérjük a tűzoltó toronyba, Papagénát kérjük a tűzoltó toronyba, mondja nyugodtan az ügyelő. És miután már nem jöttem, és már a 86. hívás volt, amikor már hol a francba vagy te hülye Miklósa? És én még mindig ott álltam fönt a házi színpad előtt, az Erkel Színházban, az 5. emeleten, mert azt mondták, hogy torony, hát gondoltam logikusan, hát az biztos fönt van. Nem értettem, hogy miért onnan kell jönnöm. Tehát én ott fönt álltam. És így szétnyílt a lift, és ott állt az ügyelő, aki már tök ősz lett. De azt mondta, már rég bent kéne lenned, és már háromszor-négyszer megismételte a Papagéno a prózáját, meg mindent. Úgyhogy így kerültem én be a színpadra, és így kezdődött a Varázsvólával az ismerkedésem. Akkor éppen Fekete Veronika volt az Éj királynője, és hát tátott szája hallgattam természetesen, de és akkor az Éj királynője után természetesen egy csomó pici szereppel mentem tovább, és igazából az Éj királynő szerepet először Mannheimban énekelhettem, ami mai napig az egyik legjobb európai színház, tehát mint repertoár színház, tényleg tartja magát már több mint 30 éve a színvonalat, és oda szerződtettek egy évre, hogy csak az Éj királynőt és még egyéb Mozart szerepeket, kisebb szerepeket énekeljek. És innentől kezdve nagyon gyorsan, mert ugye akkor még csak 20 éves voltam, vagy 21, onnantól kezdve meg már nem volt megállás, tehát gyorsan bekerültem a nemzetközi körforgalomba is. A maga esetében, mint Pécsi Balett alapító, ugye szót ejtettünk arról, hogy színház és film. Mi volt az első olyan élménye, ami a sok-sok külföldi turné, sikerek, London után arra vezette, hogy mondjuk Szabó Pistával az első forgatás, ami arra vezette, hogy önnek az igazi helye igazából nem a balerinai szerepkörben van, hanem a színházban és a filmben. Mi az, ami önt átvezette erre, és ami késztette arra, hogy még egy diplomát szerezzen ezúttal színház-filmművészetben? Mindjárt válaszolok. Iszunk egy kicsit? Igen. Jó. Kis vizet, köszönöm, drága édesem. Nagyon fontos ezt megjegyezni, nem baj, aki nem hallja, nem baj, hogy ez az öreg király, csak majd megvárom. Az öreg király haldoklik, és egy nagy kehelyt ad az. Ez csak egy kis történet. A legkisebbik fiának, drága édes fia, ezt a gyönyörű kehelyet neked adományozom. Vajon, ha meghaltam, egyet tudjál, csoda kehely, csak innen szabad, innen soha. Miért, édesapám? Mert ha innen iszom, mind a nyakadba ömlik. Nem biztos, hogy ebben a szalomba én beleillek, de majd megpróbálom
visszafogni magam, hogy mi késztetett, hát a Jóisten, csakis az Úristen, hát ő adta azt, hogy a Szabó Pista keresett egy színésznőt, de ez olyan hosszú, hogy nem mesélem el, hogy talált rám, és aztán ezután a Te című kisfilm után jött, mondom, a Tücsök, a Pénzt csináló, az Aranyfej, és akkor utána közben jött ez a kis London dolog, és utána pedig akkor ott hazamentem, és januárban mentünk, akkor még, hogy hívták az Andrássy utat? Lenin körül, nem, az egy másik. Népköztársaság útján mentünk, és a mamám mondta, hogy szerintem ez nem szól. Nem szól. Egyáltalán piros, nem piros. Szól. Kiütöttem mindent. Az áramot is ki szoktam ütni. Nem baj. Most jó. Most már sokkal jobb. Na jó, hát mert ezt éreztem, hogy nem hallom saját magam, de hát itt nincsen ellenőrző rekord. Kontroll. Művésznő drága, köszönöm. A sugás rendben van. Tehát nem tudom, hogy hol tartottam, mert nem vettem be a gyógyszert reggel. De igen, mentünk januárban a Népköztársaság útján, és a mamám mondta, hogy Cilike, mit fog, rendben van, hogy eddig forgatsz, de a forgatásnak előbb-utóbb vége lesz, hogy akkor mit fogsz csinálni? Nem tudom, mama, én érzem, hogy valami nagyon jó jön. És akkor az jött, hogy a színművészetire úgy mentem, hogy a bátyámnak volt a mennyasszonya Vencel Vera, és ő egész életében a színművészeti főiskolára meg színésznek készült. Én életemben két szót nem szóltam, mert csak a testemmel mindjárt kiütöm a fogam. Testemmel fejeztem ki magam. Na és akkor a szegény bátyám, azért mondom, hogy szegény, mert meg... Esztergályos Károly. Igen, Balázs Béla, díjas rendező már. Én azt hittem, amikor értesítettek a Kossuth díjról, hogy ő kapja meg, csak rosszul kaptam a címet, vagy rosszul írták a nevem. De kiderült, hogy minden adat nálam stimmelt, de én jobban örültem volna, én a világon a legboldogabb vagyok, hogy én megkaphattam ezt a díjat, de hogyha a bátyám kapta volna meg, akkor még sokkal boldogabb lettem volna. De nem, hanem halálkomolyan. Na és az én szegény bátyám megtanított nekem 10 verset, hát belém halt, mert tudnélik, ő a Verához volt szokva, aki mindent így tanult meg, én meg mi van, meg semmi, na jó. És akkor megtanított 10 vers, 2 monológ, 1 dal, hát szívesen előadnám a dalt, hogy mentem a felvételire, Szinetár, nem mondom meg, hogy ki volt, Szinetár Miklós meg Simon Zsuzsa, mind a ketten elájultak, az magas színpadon álltunk, és a felvételi abból állt, hogy a 10 versből kiválasztottak egyet. És de akkor ültessen le, hogyha elég volt belőlem, jó? És akkor kiválasztották a Petőfi Sándor a Naphoz. És akkor én elkezdtem mondani, hogy Petőfi Sándor, ja, hát akkor régen nem volt ilyen, hogy így beszélt az ember vers közben, hanem állt egyenesen, és a nadrágja vagy a szoknyája az így remeget. Na, és akkor elmondta Petőfi Sándor a Naphoz. Panaszomban kelmede, akkor nem volt ilyen rekett a hangom, panaszomban kelmede le, hallja kelmed, napuram, és lentről szóltak, hogy egy pohár vizet igyak. Mondom, nem vagyok szomjas. És akkor, hát mert azt hitték, hogy megbolondultam nyilván, és akkor hogy miért néz arra ki, mondja, hogy miért nézek, hát ott süt a nap, az ablakon meg ott van. Hát hogy. Hát szóval így. Na és akkor, köszönöm szépen. De én biztos voltam benne, hogy felvesznek a főiskolára, tudnilik, ha az állam ennyit fetszolt belém, hogy 4 film, 3 abszolút, nem köpök ebbe bele, abszolút főszerepet játszom, hát akkor a főiskolán nem mondhatják, hogy tehetségtelen, és így is volt, felvettek. Na de az éneket, hát az szuper, nem, na most figyelj, hogy én hogy tudok énekelni. Na kérlek szépen, azt mondták, hogy és mit hozott, elmondtam a monológot, arra nem emlékszem, mert térdre estem, mert annyira átéltem, pedig akkor én még balerina voltam, de olyan hülyén estem, hogy őrület. Na jó. És akkor utána, hogy mit hozott éneket? Mondom, mit a Figaro házasságából, kerubináriáját.
És akkor megint a szinetár megkérdezi, hogy kíséretet kér, mondom, nem, van nálam. Lovam zihába vágtat, szívem enszi, áj, egy pohár vizet, nem vagyok szomjas, még mindig. Na és akkor azt mondja, hogy mi ez, hogy gondolta ez, mi azt hittük, hogy kerubin árjáját. Hát mondom, a Pécsi színházban játszották a Figaro házasságát, és Fülöp Zsigmond volt a kerubin. És ő így csinált a kellék lanton, és hát onnan beadták a kis kíséretet. Igen, köszönjük szépen. Leülök addig, jó? Mert hogy... Tessék, bocsánat! Nem baj, elég volt. Nyugodtan beszélt, én szívesen hallgatom. Ja, de nem, hát mert haza akarnak. Ez több fejezetre érvényes, tehát azt hiszem, hogy a színház és a film közötti különbségtételből még kapunk mindjárt rövidesen ízelítőt. Azonban a Erikánál a belföld és a külföld kérdése egy fontos kérdés, tehát hogy ugye az itthoni indulásod után Hamari Júlia hívott először Brüsszelbe, és akkor, ahogy abba hagytuk, az előbb elindult a külföldi pálya. Nem volt dilemma benne? Tudom, hogy ezt sok újságíró megkérdezte, hogy nem volt dilemma, amikor már Los Angeles, New York felváltva, hogy kint maradni, vagy egyáltalán, amikor már tényleg a legnagyobb helyeken énekeltél, hogy mi az, ami mindig visszacsábított, vagy hogy te ilyen konok bakonyi kis falu lakója vagy? Hát nagyon, nagyon erős honvágyam van, de ezt én nem tudtam akkor még, és azt gondoltam, hogy majd én biztos külföldön fogok élni, hát kisvárosi lányként, Kiskunhalason születtem, nagyon egyszerű, nekem nem voltak ilyen komoly felmenőim, de azért nagyon rendes, becsületes emberek, dolgos emberek voltak, nagyszülők, szülők, mindenki, én paraszti családból származom, aztán a szüleim értelmiségivé váltak, és szóval én azt gondoltam, hogy elsősorban ki akartam törni a kisvárosi létből, legalábbis megmutatni, hogy onnan is lehet valamit csinálni. Azt nem gondoltam, hogy ennyire, csak úgy, hogy majd Budapest. De hát aztán ugye New York, London, Párizs, minden lett belőle. De, és azt gondoltam, hogy én biztos külföldön fogok élni. És az is bennem volt, hogy ugye kimaradt a Zeneakadémia az elején, hogy tanulni is szeretnék azért a munka mellett. És meg is adatott a lehetőség, Philadelphiába kaptam ösztöndíjat a nagyon híres Academy of Vocal Arts-ra, utána pedig a Milánói Scala hosszú évek óta újra elindította, megint Riccardo Muti vezetésével az ösztöndíjasok programját, stúdiósok programját, és hát az óriási volt egyébként, mert több ezren pályáztak erre a hét helyre, és én is belekerültem, amit sose gondoltam volna. Az első férjem azt gondolta, és mivel nem volt semmi pénzünk, ezért el is adta a lakásunkat, hogy ki tudjunk utazni, és erre a két hétre, amíg ott kellett lenni, amíg a felvételi volt, ugye mindenből, tehát nem csak gyakorlati, hanem elméleti dolgokból is, kint tudjunk lakni. Szóval eladta a lakást, én akkor sírtam, de ő neki bejött, mert végül is felvettek, és ez egy olyan pont volt a pályám és az életem során, amikor rájöttem, hogy én soha sehol nem akarok élni, mert ugye két évet kellett kint töltenem, de úgy, hogy csak karácsonykor és húsvétkor jöttem haza. Míg ugye a fellépéseim, a vendégszerepléseim során 3 hetet kint töltöttem, hazajöhettem bármikor előadások között, itt viszont nem. És én ebbe úgy belebetegedtem, hogy Gregor Jóska is mondta, hogy ő azért nem szeret nagyon már külföldre járni, mert elvesz az életéből, hogy én elhatároztam, hogy bármennyire is lehetetlen, én mégis otthon lakó maradok, és igenis bebizonyítom, hogy bakony kutiból is lehet világkarriert csinálni. Szóval az egész életem egy ilyen bizonyítások sorozata volt, de sikerült. Hát nehéz volt, mert tulajdonképpen a kislányom születéséig, 3 évvel ezelőttig, 10 hónapot töltöttem külföldön, és a maradék kettőt itthon. De mindig megoldottam, hogy két utazás között haza, vagy hát a másik dolog, ami kitartott és beosztottam, az a pálinka és a szarvaskolbász volt, ami mindig ott volt a bőröndöbben, még Amerikában is kicsempésztem, és akkor mindig lekockáztam minden nap egy
egy szarvaskolbász szeretet, így osztottam be 6-8 hét, vagy 9 hét, vagy több, akár több hónap. Tehát úgy ott volt, és egy pohár pálinka, szóval így valahogy tartottam a lelket magamban. De nekem mindig is, tehát én szeretem, nagyon szeretem ezt a semmi túlzás, ne higgyék, hogy túlzás van benne. Én amikor Milánóból végeztem Milánóban, és az autóval átértem a határon Rábafüzes után, a 8-as úton, és elém kanyarodott egy piros csónaklámpás Skoda, egy édes mici sapkás öreg úrral és a kis feleségével, és én elsírtam olyan, és azt mondtam, hogy úristen, én ezért szeretek a kis mici sapkás csórós, kodás emberek miatt, meg, de tényleg, a tévémaci már nem is mondom, hogy ezt kint nem tudják, hogy micsoda. És nekem ez sikerült is megtartani, nehéz volt, de megtartottam. És aztán a legnagyobb döbbenet számomra az volt, amikor eldöntöttem, ugye örökbe fogadtunk egy kislányt, és akkor, hogy én nem szeretnék már ennyit utazni, mert annyira fárasztó volt, és tényleg már 20x éve csináltam, hogy én csak itthon szeretnék dolgozni. És hogy úristen, hogy olyan szeretet áradat vett körül, tehát akkor csapott meg az, hogy mennyire szeretnek az emberek, és mennyire becsülik azt, hogy én mégis maradtam, pedig tényleg meg volt mindenhol a lehetőségem, és könyörögtek New Yorkban is a James Levine, hogy maradjak itt, mert olyan fú, de nagy karrierem lesz, de mondom, én mindent elértem, amire vágytam, sőt, sokkal többet. Úgyhogy elértem azt, amit mondott Lilla néni 17 évesen, hogy a világ legjobb éjkirálynője lettem, és tényleg ott jegyeztek, és hosszú éveken keresztül én voltam a legjobb. Úgyhogy mi mást tehettem volna, mint hazajöttem. És jó itthon! Még egy kérdés érdekel az, hogy ugye az itthoni karmesterek közül említetted, és emberileg is kötődsz hozzájuk, és a Kossuth díjad napján, vagy másnapján nem véletlenül éppen ők hívtak fel telefonon, ugye Kovács János Kossuth díjas karmester, illetve Medvecki Ádám az operáz örökös nagy karmestere. De a külföldiek közül is megadatott számodra, hogy Riccardo Muttival, illetve Claudio Abbadóval is dolgozhattál, sőt, Abbadó egészen közel került ahhoz a stábhoz, akikkel felvételt is készített. Mesélj egy picit erről, milyen emberek ezek a világnagyság? Hát Riccardo Muti azért elég kemény ember volt, ő azért nem nagyon került a szívemhez közel, de... A keresztnevet ki sem mondta, csak 20 év után. Nem, mindig úgy hívott, hogy csak Ungheréze, az azt mondta, hogy magyar, tehát magyar lány, és mindig így hívott, hogy Ungheréze Véni, gyere ide magyar lány. Igen, gyere ide magyar lány, de ami megdöbbentett, és most jó, hogy így emlékeztetsz rá, mert tavaly, amikor a barátnőm Ravennában él, egy olasz mezzoszoprán énekesnő, Daniela Pini, és elvitt a Cadeauvenbe, ami egy fantasztikus kis étterem, nagyon híres Ravennában, nem ilyen Michelin csillagos, tehát nem kell megijedni, de nagyon híres ettől függetlenül, mert nagyon jó a konyhája, és mindenféle emberek járnak oda. És bementünk, és ott a kislányom után rohangáztam, és egyszer csak így beleütköztem egy emberbe, és felnézek, és úristen, ott állt előttem Riccardo Muti, ugyanis ő ott él, Ravennában. És így rám nézett, és azt mondta, az éj, olaszul mondta, hogy La Regina della Notte, az éj királynője. És annyira ledöbbentem, szólni se tudtam, hogy ő ennyire emlékezett rám, mert azt hittem, hogy még a nevemet se tudja, és mondta neki, hogy úristen, megismer engem, maestro, és azt mondta, igen, Erika. Hogy atya, hát tudja a nevemet! Hát ezt sose gondoltam volna. Azok után, hogy mindig ungerézézett. Szóval így megenyhült a szívem iránta, de a nekem mai napig Abbadó mester a csúcs, és az egész családot átitatja ez az attitűd, ami őt is jellemezte. Fantasztikus művész ember, aki nem úgy, mint például Riccardo Muti, aki a megközelíthetetlensége miatt volt egy rettegett zenész. Ő pont ellenkezőleg, tehát ő nagyon is közöttünk volt, együtt kifőzdézett velünk a lemezkészítés során is, nagyon sokat voltunk együtt, neki ez volt az arcpoétikája, hogy így sokkal közelebb, ha közelebb kerül a művészeihez, akkor sokkal több mindent el tud érni, és ez valóban így volt, fantasztikus tisztelettel volt irántunk. Az egész család zenével foglalkozik, így természetesen én végigmentem az egész családom, nem úgy, hanem úgy, hogy dolgoztam mindenkivel, rendező, az egyik fia rendező, a másik karmester,
Úgyhogy végigjártam a világot, amikor a Mozart év volt, meg még plusz előtte, utána is több évet a mesterrel. Mindenhol voltunk a Varázsvolával, és ugye neki van egy fiatal zenészekből álló zenekara Lucemben, és ővelük is nagyon sok koncertet csináltam, nem Éjkirálynőjét, hanem más dolgokat. Szóval, hát igen, ő az, aki, de aztán sorolhatnám, mert James Levine, aki a mai napig még lehet, hogy meg is őrizte a rágógumimat, mert amikor én vele csináltam, tehát az első, biztos ismerik ezt a HD opera közvetítést, most már évek óta megy, nagyon ismert dolog, és mit csináltuk, és én is benne voltam abban az első opera filmben, ami egy ilyen kísérleti film volt, hogy hogy veszi a világ, vagy legalábbis a világnak egy része, mert akkor még Európában nem nagyon jött, csak Angliában, meg a skandináv országokba, és a Varázsfuvolával jöttek ki, hát mindenki azt mondta, egy őrültség, mert biztos, hogy nem fogják megteríteni a mozikat. Hát ennek dacára tulajdonképpen a meghirdetés után egy jó hónappal már 98%-ban eladták az összes jegyet. Azt hiszem akkor ilyen több mint 400 moziban közvetítették élőben. És amire nagyon büszke vagyok, nem csak az én tisztem, hanem inkább a Wolfgang Amadeus Mozarté, mert olyan zseniálisan megírta ezt a szerepet, amivel én tényleg bejárhattam a világot, hogy csak az én áriáimat tapsolták meg a moziban. Mert az nem nagyon jellemző, hogy moziban tapsolgatunk, de azt mondták, külön mondták a közönségszervezők, hogy az én áriáimat azt mindig megtapsolták, bárhol voltak. Szóval ez egy óriási dolog volt, és amikor mielőtt az első, tehát a felvétel volt, az élő adás, az 2006. december 30-án volt, két héttel így szinte be voltunk zárva a medbe, és minden nap élőben el kellett, tehát le kellett játszani az előadást angol nyelven. Engem hónapokig tanított egy Broadway coach, egy tanár, aki, hogy az angol kiejtésem tökéletes legyen, Shakespeare szonetteket, meg ilyesmiket kellett angolul mondanom. És hát az egyik alkalommal, amikor így ültünk, behoztak nekünk mindent, tehát ki sem mentünk, tehát ételt, italt, és ott úgy van a medben, ami nagyon jó szerintem, hogy az öltözők előtt van egy foyer, kifejezetten a művészeknek, ami ilyen nappali-szerű, tehát egy kisebb ilyen living room-szerűség, és mindig oda a süteményeket, ételt, mindent oda hozták nekünk, és ott is volt az ilyen stábértekezletünk. És a Levine annyira jó volt egyébként, színészi dolgokban is sokat segített nekünk. Egyébként Julie Taymor rendezte, aki Oscar-díjas rendező, nő, az Oroszlán királyt is ő rendezte, vagy a Frida filmet például. Ő rendezte az operát, és ő is tervezte a bábokat, mert rengeteg báb, óriás emberekkel mozgatott bábok voltak a darabban. De a Levine is instruált minket. És én nagyon szeretek rágózni, már bocsánat, éneklés nem közben, hanem amikor nem énekelek, mert nem kell akkor olyan sok vizet innom, nem kell vécére menni pisilni, viszont nagyon sok nyálat termelek ezáltal. De elfelejtettem a rágómat kivenni, és ahogy egy instruált minket, és hogy mondjam így a prózát, mert mit tudom én, és így úristen, és így már láttam előre, hogy atya úristen, a Levine-nak a arcába fog landolni a rágógumim. És ahogy ezt észrevette, és hogy így mondtam, hogy mit tudom, valamit, és így kiment így a rágom, és ő kirakta a tenyerét, na ezt előadáson is megcsinálja élő egyenes adásban, akkor mit tudom, mit vesz nekem. Hát de nem mertem megcsinálni, mert különben is messze van olyan nagy a színpad. Szóval James Levine az, akivel még nagyon sokat dolgoztam, tehát az Abbado James Levine, de nem tudom, az a baj, hogy ilyenkor sose jut eszembe milliónyi. Másfél éve egy vacsoránkon a budai Bobbiszokban, hogy a Domingo olyan kedvesen köszöntött, amikor megérkeztél. Hát a Domingo, hát az aki... Mester pedig Magyarország nagy barátja. Igen. Hát és nekem nagyon sokat segített, jelenleg is támogat minket a Virtuózok programban, és tényleg nagyon nagyvonalú ember, felkarolja a fiatal tehetségeket, ami nekem is ugye misszióm, de hát az ő vele való barátságom az is nagyon érdekesen kezdődött, skáláztam a Metnek az egyik ilyen próba színpadán, és látom, hogy valaki mindig így beles az ablakon. Elmegy, visszajön, beles.
És akkor egyszer csak így benyit, és így mint egy ilyen kis lapos kuszásban egy kutya úgy jön felém, és mondom, Jézus Mária, ez a Domingo. És most mit, biztos olyan szarul éneklek, hogy meg akarja mondani, hogy egy kicsit változtassak ezen, vagy azon, vagy hallgassak. És oda jött hozzám, és azt hittem, hogy elájulok, azt mondta, hogy elnézést, bemutatkozhatok? Úgyhogy így kezdődött a mi barátságunk, ami a mai napig tart, és hát olyan az ő jobb keze, nagyon sok magyarral vette egész pályája során körül magát. Az orvosa is magyar volt, ugye a titkára, barátja, a munkatársa is magyar, és hát így ő kérte, hogy hagyd legyek ott, mert legalábbis ők kérték, hogy legyek ott ezen a vacsorán, amikor itt volt a nagy koncertjén. De nem akarok már ilyenekről beszélni. Cecília sokkal érdekesebb dolgokat mond, tehát izgulok már, hogy... Most egy nagyon különleges fejezet jön Eszter Gályos művésznőnek a pályáján, amikor is az említett társulati lét és a sok-sok forgatás után leállt a forgatással. 1991 után, ha jól néztem, 17 évig nem készült mármint, hogy mozifilm, tévéfilmek készültek, mert jött 91-től 99-ig a rendszerváltás utáni első nagy vállalkozás, a Família Kft. Igen, én voltam. És aki a prózai szerepekből, vagy a balett múltjából, vagy a film szerepekből nem ismerte, hát ott aztán az egész ország megismerte. Milyen volt ott a nappalin keresztül az összes magyar családnak a főszereplőjévé válni? Én nagyon élvezem, ha rólam szól a dolog. És kiválasztott engem a Szurdi, meg a Szurdi Miklós volt a főrendezője a Famíliának, és a Gát György volt a producere, és ők felkértek engem, és én rögtön mondtam, hogy igen, és akkor az előbb mondtam, hogy Ablonci és Sík Feri volt a Nemzeti Színház főrendező, kicsit leszállt rám a dibuk. Egy kicsit iszom, mert az előbb a sztorit meséltem, de nem ittam vizet. Finom, nagyon finom. Na, és ők mondták, hogy a kettőt nem lehet összehozni, vagy a Nemzetiben maradok, és nem megyek forgatni, vagy forgatok, és nem jár. Na, én mondtam, megint hülyeséget mondtam, de nem baj, hogy én szerintem lehetne egyeztetni a kettőt, mert évek múltán, 96-tól már egyeztették az embereket, tehát játszhattunk színházba. És akkor azt mondta nekem az egyik igazgató, meg főrendező, mindegy, hogy a Nemzeti Színház az Nemzeti Színház, és nem lehet ilyen nívótlan sorozatnak a főszerepét, vagy benne lenni, mindegy. És mondtam, pont azt mondtam, mindig magam alatt vágom a fát két kézzel. Amikor hazamegyek, az uram mindig kérdezi, hány ágat vágtál le magad alatt? És mondtam, hogy hát jó, rendben van, hogy nem lehet nívótlan, de én tegnap speciál a Nemzetiben voltam. Láttam egy darabot, én inkább elmegyek a sorozatba. Hát egy tündér vagyok, hát tündér. Na és akkor elmentem, istenien éreztem magam, először is imádok forgatni, imádom a televíziót, imádom a filmet, és mondom, hogy én nagyon szeretek föci lenni, tehát amikor a többiek alattam vannak, nem úgy, hanem hát szóval úgy, hogy jó dolog jót játszani, és nagyon-nagyon a kedvembe jártak 8,5 évig, és nagyon sajnálom, hogy vége lett 99-ben, mert hülyék voltak az emberek, de mindegy, azóta már belátták, mindegy. Tehát annak is vége szakadt. És mit akartam mondani, a Família után pedig, igen, megint vágtam magam alatt a fát, mindenki meghalt már, akivel beszéltem, úgyhogy nem mondom a nevét tényleg, Isten nyugasztalja. Jelentkeztem nálam, egy 84, előbb végig számoltam, és lehet, hogy 17 év volt, de hogyha utána számolnak, államcickárral nem illik beszélni, hogy már pedig nekem van igazam, mert 68, hogyha én kiszámoltam, 68, most nem számolom ki, 17 évig voltam a tárgyaszínáltak.
Mindegy. Tehát akkor mit akartam mondani? Igen, felhívtam azt a rendezőt, aki 84-ben rendezett engem a Thália Színházban, és a Mi lesz veled emberkében játszottam a női főszerepet Ince Jóskával, és nagyon nagy siker volt, és nagyon-nagyon jóba voltunk a rendezővel, annyira, hogy éjjel-nappal próbáltunk, hogy én már hozzá is mentem az Ince Józsefhez, mert általában az volt az életemben, most már 33 éve élek a férjemmel, hála Istennek, Umber Uf, de előzőleg az volt, hogyha valaki partner, főleg partner, tehát nem igazgató, nem főrendező, nem valami magas beosztású politikus, hanem nem kezdtem senki, velem szembe jött, és azt mondta, szeretlek, és én elhittem, és összeköltöztünk, boldogok voltunk, még együtt éltünk. Na, és akkor ezzel a rendező, ez a rendező, aki 84-ben rendezte ezt a darabot a Táliában, ő a Nemzeti Színház igazgatója lett, vagy főigazgatója, azt hiszem. Nem, főrendezője lett, és amikor 99-ben vége volt a Famíliának, fölhívtam. Drága édes Istvánom, mert István volt, Istvánom, itt vagyok, végeztünk a Famíliával, visszamennék, és azt mondta, hogy Cili drága, hát nem lehet, mert a korosztályod megvan, eszembe jutott egy szó, korosztályod telve van. És megint mit mondtam? Azt mondtam, drága Pistukám, amit ők tudnak, azt én tudom, de amit én tudok, ők nem tudják. Passz! Mondta, hogy nagyon sajnálja, akkor ennyi. Tehát a Kossuth díjnak azért örülök olyan embertelenül, mert végre elismer, végre az nem az évek számát jelenti, hanem a magasságot elismerték, és azóta röpködök. Üljek le, de leülök, most maga jön. Tessék, művészne, drága. Egyébként, tehát Cecília a legjobb példája annak, hogy mennyire fontos az egészséges önbizalom, és látom, amikor jönnek a fiatalok így tanácsért, konzultációra hozzám, hogy ez a legnagyobb hiba, hogy semmilyen önbizalmuk nincsen. Tehát annak van önbizalma, aki tehetségtelen, annak mindig, de a tehetségnek egyáltalán semmi. De ez nem volt. Tudom, hogy van. Azért lett, mert már látom, hogy nincs olyan, remélem, hogy még 70 évig élek, de nem tudjuk, hát 75 múltam, hát akárhonnan számolsz, hát persze. És azért nem vonom vissza, ami vagyok. Pac. Ne is! 43 január, úgyhogy tényleg 75, ez tényleg. Múltam! A párhuzam nagyon érdekes. Köszönöm, hogy ilyen őszintén nyilvánult meg arról, hogy igenis lehet minőséget vinni egy ilyen sorozatba is. Azóta vannak olyan sorozatok a televízióban, amiben nincs minőség, tehát jó lenne, hogyha visszatérnének egyébként ehhez az igényszinthez. Erika, viszont nagyon érdekes, hogy te sem vagy műfajválogató, tehát az opera szerepek mellett azért én már voltam olyan bemutatón veled, például Tel Avivban éppen, ahol címszerepet játszottál, egy nagy magyar operett szerepét, és ezen kívül volt olyan, hogy az operában játszottál opera szerepet is, meg musical szerepet is a West Side Story-ban. Tehát musical, operett, opera, akkor és még egyéb, egy csomó minden. Nekem is meg volt a Família Kft-m, nekem Zámbó Jimmy volt a Família Kft-m. Arra mindenki emlékszik bizony. Mesélj egy kicsit erről. Király, akarsz beszélni róla? A király. Nem, egyébként persze itt nevetgélünk, de azért az egy nagyon igény. Tehát, na, onnan kezdem, hogy rögtön a pályám elején találkoztam Wolf Péterrel, aki ma is élő zeneszerző. És Wolf Péter volt az, aki nekem egy csomó dalt írt, és nagyon sokat szerepeltem a televízióban a pályám elején. Természetesen az operában fújtak rám ezért, és azt gondolták, hogy ez nem méltó az operához, ez a műfajhoz. Én viszont az ellenkezőjét gondoltam, és ebben társam volt szerencsére, és az alibit szolgáltatta Gregor József,
aki azt mondta, hogy ha nincsenek ezek az igényes kitekintgetések, akkor nem tudunk miből új erőre kapni, nem tudunk miből inspirálódni, tehát ez is kell ahhoz, hogy az ember valahogy a tökéletesség felé eljusson a saját műfajában. Szóval én a pályám elején rögtön elkezdtem a Wolf Péter dalokkal, és aztán egy csomó más mindennel is, operettel is. Németországban is nagyon sok nagy operettben énekeltem, főleg a Denevérben, és hát egyéb ilyen könnyebb műfajú dologban. Aztán egyszer csak pont Milánóban voltam, amikor hívnak telefonon, még akkor Warner Magneoton, ez volt a neve, és annak a vezetője is mondta, hogy hát van egy duett, biztos ismerem, Sarah Brightman, Andrea Bocelli, mondom, az gyönyörű az a duett, és hogy a magyar változatát is megcsinálnánk, természetesen magyarul, és hát Zámbó Imrével. Nem tudom, ki az a Zámbó Imre. Hát Zámbó Imre, mondom, de ki az a Zámbó Imre? Valami énekelt? Igen, nagyon híres, de nem hallottam róla, pedig csak egyére vagyok külföldön. Hát, de érdekelne? És hogy nem akarta kimondani ugye a Jimmy szót, mert attól félt az igazgató, hogy majd azt mondom, hogy nem. És mondom, persze érdekelne, és akkor mondta, hogy hát mert a Zámbó Jimmy az ismertebb neve. Zámbó Jimmy, na, fantasztikus hangja van. És már nagyon vártam a munkát, elvállaltam, és nagyon büszke vagyok rá, mert tulajdonképpen az, amit én elgondoltam, és pont így ekkörül, amikor ez a duett kijött, akkor azelőtt határoztam el, hogy kiadok egy lemez saját költségből, amit összespóroltam addig, és először az opera énekesek történetében óriás plakáton fogom hirdetni, nem magamat, hanem azt a mondatot, amivel kicsit fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy ennyire idegenkedni kell az igényes, komoly zenétől. És akkor volt egy ilyen, én találtam ki a mondatot, hogy mikor hallgatott zenét utoljára, kérdőjel, komolyan, pont. És ezt tudom bizonyítani, mert elraktam, lefotóztam az óriás plakátot, amiken rajta volt. Mindegy, szóval nekem nagyon fontos volt az, hogy mivel én sem ismertem a klasszikus zenét igazán gyerekként, hogy minél több emberhez jusson el a jó zene. És hogyha én úgy fogom meg a közönséget, hogy például akik nagyon ismernek Zámbó Jimmyt, azon keresztül, esetleg a személyemen keresztül kíváncsivá válnak, hogy mégiscsak mi az, amit én komolyan csinálok, akkor talán sokkal több emberhez jut el ez a dolog. Ezt senki nem értette, és hülye vagyok, és hogy fú, nem lesz belőlem majd semmilyen opera énekes, mert ilyeneket csinálok. De végül is ez hozta meg nekem az óriási ismertséget, és ezáltal szereztem egy csomó olyan embert, akik soha a büdös élet nem mentek volna egy opera koncertre. Szóval mindig azt gondoltam, és ma is azt mondom a fiataloknak, hogy ha csinálsz valamit, teljesen mindegy, mi az, ami tetszik, ha az rock, ha az metal, az a hobbid, csak igényesen csinál. Tehát az nagyon fontos. És nekem ez bejött. Szóval így kerültem én ugye mindenféle ilyen más műfajokhoz is. Így kerültem az Operett Színházba, aminek nagyon örülök, mert ott is egyfajta új erőre kaptam, pont egy ilyen mélyponton voltam, és nagyon sok új impulzust kaptam a társulattól. Így kerültem abba a Bajadérbe, amit te is láttál. A Bajadér címszereplőjeként szétszerett a közönség. Hát, mondjuk az egy nagyon jó szerep tényleg, és Kálmán Imre zseniális, és nagyon komoly énekelnivalót írt mindenkinek a darabban. Szóval, és ezért valószínű, hogy már nem is lehetett, hogy más énekelje a West Side Story-ban Mariát, pedig én el tudtam volna képzelni fiatalabb emberrel is, mint én, de a rendező Novák Péter akkor úgy gondolta, hogy egy különleges ilyen elképzelése volt, hogy voltak prózai színészek benne, balettáncosok is, és fiatal néptáncosok is, és operaénekesek is, úgyhogy szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ma már egyébként, miután ugye egy kicsit elbúcsúztam az Éjkirálynőjétől, nagyon sok más szerepet énekelek. Megmondom őszintén, sokkal fárasztóbb, tehát egyszerűbb volt így elénekelni azt a két állítólag nagyon nehéz áriát, mint végénekelni 3 órát címszereplőként, akár egy Lammermoor Luciában, vagy a Rigolettóban Gildaként.
de ma már csak olyan dolgok érdekelnek, amiben színészileg tudok fejlődni, mert csodák nincsenek, tehát hangilag csak karban kell tartani magát az embernek, de nagyon 47-48 évesen már nem fejlődik az ember, viszont ha színészileg tud fejlődni a színpadon, akkor fel tud zárkózni, vagy össze tud egy kicsit így a két dolog, az éneklés és a színészet. Tehát engem nagyon érdekel a színészet, és nem véletlen, hogy sok prózai színdarabot nézek, és hogy nagyon sok prózai színésztől tanulok, megkérem őket, hogy foglalkozzanak velem, vagy egy-egy szerepet dolgozzanak ki velem. Úgyhogy én már csak tényleg ilyen nagyon különleges darabokat vállalok, mint például jövőre csináljuk az Astor Piazzollának az egyetlen ilyen operett, nagy operettjét vagy operáját, a Maria de Buenos Aires-t, az például egy ilyen komoly feladat, vagy Berg Luluja, hogyha az operát felújítják, és egyszer kész lesz, akkor azt bemutatják. Szóval ezek nem is hangilag, hanem inkább már színészileg igényelnek nagy felkészülést. El szeretném mondani, hogy én láttalak téged a Jimmyvel dalolni ezt a dalt, én úgy sírtam, mint az állat, de annyira csoda, nem kell neked semmiféle színészetet tanulni, nem kell, és én szerintem minden, tehát az ilyen tehetség, ő nem tehet semmiről, ő így született. Ez tényleg így van, a Jóisten így megáldott téged mindennel. Nem mondanám, mert minek mondanám, de nem kell tanulni, ami benned van, és ami a szereppel kapcsolatosan a kettőtök találkozik, és azt elmondod, és eljátszod, elénekeled úgy. Annál szebben nem lehet, ne hallgass senkire, csak magadra, meg az Úristenre. Tényleg így van. Isten őriz, elvisznek a lilába, nehogy elvigyenek. Nehogy elvigyenek, Isten őriz. Cecília egy tavalyi interjúban azt mondta, hogy 13 szerepben kell talpon lennie. Igen. Akkoriban 4 vidéki helyszínen játszott, Debrecen, Veszprém, az már régen volt. Kecskemét, igen. Budaörs, Latinovics színe. Jaj, de az nagyon régen volt, most jelen pillanatban mennyi? Tud 14 azt 14? Hiszem. 14 darab, de mert elkezdtem számolni, mert mindig megsértek valakit, de ez köszönhető Dörner Györgynek, aki engem szerződtetett az Új Színházhoz. 2014 és az Új Színház társulati tagja. Igen, és köszönöm szépen. És örökös tagja lettem most, mert 50 évvel ezelőtt ebben a színházban, akkor Tália Színháznak hívták, 68. április 11-én volt a Móri Zsigmond Csibéjét játszottam, és most 2018-ban, igen, akkor játszom a Sári Bírót, Móri Zsigmondot. Úgyhogy ez nem véletlen, semmi nincs véletlenül, Jóisten mindent így megtervez. Köszönöm szépen. Tehát akkor, és ezért lettem örökös tag abban a színházban. Tehát Dörner György engem kienged, tehát én vagyok, mert szűk vagyok, kiengedem, ez eszembe jutott. Arra mondják, hogy kiengedik a nadrágot, mert szűk. Na, tehát elmagyaráztam az életemet. Tehát játszom az Új Színházban, most a Zserbó tangó, ezt akartam mondani neked, várjál, ja igen, mert hogy minden műfajban, de ezt nem lehet erőltetni, neked ez természetes, hogy mindenben azt csinálod, amit kell. Na de ezt nem tudja más csinálni, kicsit borotválkozok közben. Tehát, és az, mert hogy a mostani darabban, a Zserbó tangóban van egy olyan rész, hogy a Tordai Teri művésznővel játszom együtt, és 80 oldal szövegünk van neki is, nekem is. És akkor azt mondja nekem, hogy jó van, na, de én nem végeztem operett szakon. Mondom, mi bajotok van vele, mit nézitek le? Szórakoztató műsor, sokkal nehezebb egy operettet eljátszani, mint a búval, bélet, bánatos barccal szenvelegni a színpadon. És általában ennek sikere van, mert aki látja azt, hogy tényleg arra azok, Isten nyugosztalja, azt szoktam mondani, előbb kaptak sokkal díjakat, mert
Ha az ember azt mondja, hogy jó estét kívánok, és megkérdezik, hogy van, és baromira nehezen gondolkodik ezen, hát az... és akkor ez előbbre való, komolyan, mint azt mondja, köszönöm szépen, jól, hogy kérdezi. Na jó. Tehát akkor az Új Színházban játszom most a Zserbó tangó, a Nem életek muzsika szó nélkül a Béres, akkor a Hangemberek, és, ja, és a Önálló estem van, de még egy van, majd eszembe jut holnap. És akkor van a Veresegy Színházban, így jegyeztem meg, hogy Veresegy Színházban játszom a Hajszál híján Hollywood, azért nehéz eszembe jutni a darabok címének, mert az havonta egyszer, vagy két havonta egyszer, három havonta egyszer. De most például vasárnap úgy játszom, hogy délután játszom az Önálló estet, és nagyon szeretek bejönni, és akkor ők is azt hiszik, aki, hát már nem mindenki, azt hiszik, aki, hogy bejövök, és akkor egy Önálló estet fogok előadni, és sokat fogunk elmélni. Nem! Vicce! Rövid az élet, vicceljünk, kész! De van benne természetes komoly dolog is. Na, és akkor van délután a 3 óra, akkor a Önálló estem van az Új Színházban, és akkor jönnek értem 17:30, és akkor elvisznek 100 Halombattára, mert ott a Veszprémi Színház égisze alatt, amit júliusban játszottunk utoljára, My Fair Lady-ben vagyok Lady. Akkor másnap megyek Fehérgyarmatra, az a Körúti Színház égisze alatt 3, már vége van a műsornak? Jó. 3 előadásban vagyok. A Mód és Herold, azt imádom, azt a Tolnai Klári hozta Budapestre a Madách Színházba. Aztán a Piros Bugyellár is, és vagyok ezredes, szegény Tahil Lacitól örököltem. Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő játsza, mert a fontos az, hogy amerikai ezredes. Mi küzdök vele, mert az meg 20 oldal. Paragrafus! Na. És akkor játszom a Vidám Színpadon 2 darabot, aztán még nem tudom, hol játszom. Szóval 6 helyen játszom 14 darabban, igen. Hála Istennek, szoktak kérdezni, hogy eszébe jut-e, nem mindig. Hát ki az? Hát a gép is hibázik, nem? Hát de tudom, hogy miről van szó, úgyhogy tovább tudom. De hát az ennél nagyobb adomány, mint neked a torkodba, meg a habitusodba, hát az Isten áldjon meg. Meg titeket is, viszontlátásra. Hála Istennek! Ha lehet választani 3-at, nem egyet, mert az kiszúrás, mert akkor kimarad más kedvenc. Az élet és az Úristen legnagyobb ajándéka, 3, mi az életetekben, életükben? Család, egyértelmű a család, család. A többi az csak egy ilyen, nem is tudom, hozadék, vagy ajándék, vagy igen. Most már 3 éves Bibi, Biborka. Igen, ő is itt van, aki megváltoztatta az életed. Így van. Úgyhogy hát nekem ők a legfontosabbak. Nem tudok, erről nagyon nehéz beszélni, mert biztos van, aki sok anya, apa, nagymama, dédnagymama, tehát onnantól kezdve, hogy ő az életünkbe került, tulajdonképpen az az érdekes, hogy minden olyan egyszerűvé vált, tehát még addig én megfeszülten dolgoztam és csináltam a dolgaimat, és amikor jött az életembe, akkor úgy valahogy nem azt mondom, hogy nem készülök a fellépéseimre, természetesen készülök, de valahogy rájöttem, hogy görcs nélkül sokkal könnyebb, és nem is kell annyit rágörcsölni, hanem csak egyszerűen csinálni, és menni fog, ahogy mondtad, hogy a Jóisten úgyis megsegít mindig, és egyébként tényleg megsegített, és a hit volt az egyik legfontosabb dolog az életemben, és annyira örülök, hogy a családom hívő volt, meg hívő, mert ez nagyon sokat segített nekem abban, hogy dolgokat átvészeljek, meg megcsináljak, meg egyáltalán, hogy higgyek magamban. Úgyhogy a család és a hit. A hit, hát és az emberek szeretete. Ennyi. Hú, szuper. Úgyhogy
az a legnehezebb. Azért legnehezebb, mert ugye az embernek vannak nehéz pillanatai is. És hát na-na. És én azért, amikor úgy már nagyon hamar rádöbbentem, hogy mégiscsak sorsszerű az, hogy én egy olyan dologra születtem, amivel adni kell, és ezzel meg is kell békélnem, tehát ez egy nehéz teher, egy nehéz feladat, amit cipelni kell, felelősség, tulajdonképpen ez volt az első gyerekem. És ugye nekem is vannak nehezebb és rosszabb napjaim, és hogy akkor is szeretnem kell az embereket, mert erre születtem. És akkor én is jól leszek, ha mások is jól vannak. Így nagyon egyszerű ezt kimondani, de ez a legnehezebb, azért mondom, hogy az emberek szeretete a legfontosabb, hogy ezt megtartsa az ember, mert akkor hosszú életű lesz. Meg ha énekel, mert ezt most hallottam, hogy állítólag egy kutatás szerint az, aki énekel minden nap, annak hosszú élete lesz. Én de eddig... van-e, aki meghallgat, nem téged, ja. De más elkezd énekelni, ne tessék énekelni. Beszélj, igen. Nem, csak ezt kiegészíteném, mert igen. Amikor elkezdtem a futással komolyabban foglalkozni, akkor meghallgattam egy professzornak az előadását, egy sporttal foglalkozó professzorról van szó, aki azt mondta, hogy két foglalkozás van, ami a legtöbb endorfint és dopamint tudja termelni nagyon hamar és rövid időn belül, tehát a hosszú élet titka, a hosszú távfutás és az opera éneklés. Passzus, egy Jerry Joker vagyok. Maga egy nagyon hálaadó, mindennapos hálaadással élő ember, igen. És ezekhez a 86-os könyvének a címe nem véletlen. Adj békét, uram. Igen. 86-ban az. De akkor még nem volt divat. Akkor még nem volt divat, pont ezért mondom. Nem nagyon mondtuk ki azt, hogy Isten. Úgyhogy miért hálás a jó Istennek? Mindenért. Mindenért, hogy így látom a világot, és én nekem három rövid mondásom van, a hit, a szeretet és a béke. Ennélkül nem tudnék élni, és ezzel tudok boldognak lenni. És köszönöm, hogy itt vannak, és én itt vagyok. Posz! Esztergáros Cecília, Miklós Erika. Menjünk ki? Nem, maradjanak. Kocintunk egyet! Köszönjük szépen! Kocint! Jaj! Köszönjük, hogy itt van velünk! Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy eljöttetek! Gratulálok neked mindenért, és mindig jellegül, mindig!